Június 27-én a devecseri polgármesteri hivatalba kaptak meghívást a város és a térség írott és elektronikus sajtójának képviselői. Toldi Tamás polgármester a jelenlévők köszöntése után elmondta, hogy Devecser Veszprém megyében egyedüliként elnyert egy 100%-os támogatottságú pályázatot, melynek összege 8.960.000 forint. A 36 kamera megfelelően lefedi Devecser frekventált területeit, aminek felvételein nyomon lehet követni az esetleges bűncselekmény elkövetőit, és mindez elősegíti a minél gyorsabb és hatékonyabb felderítést. Devecser város az elmúlt években, még ugye amikor a szóba értem, amely komoly károkat okozott lakosság, elvándorlás összetételt. Devecser városa az az országban szerintem egyedülálló járási központ, hogy nincsen a közterületen egyik tévfigyelő kamera, rendsz kamera. Én mennyiben nem tudok ilyet, de mondjuk azt is sőtletlen, de az országban sincs. Ez is így bevagyat annak. És ez a Devecser járás azon túl, hogy katasztrófát követően a kormány minden segítséget megadott ahhoz, hogy járás el tudjon indulni, fejlődőképes legyen és valóban erre tudjon elérni. Olyan hátrányokkal indult, és olyan hátrányai vannak jelenleg is, ami indokoltá teszi azt, hogy egy ilyen fejlesztés megvalósuljon. Az korábbi években, katasztrófa után még más olyan atrocitások is érte a települést, amikor szélsőséges, radikális erők igyekeztek itt átadni, jónaptartott rendet csinálni, aminek a végét ismerjük, ilyen atrocitások, hogy akár nagyon elleni védségek, vagy büntetők is előfordulhatnak, bár azt meg kell jegyezni, hogy Devecser városában az elmúlt években olyan rendőri erőket mozgósítottak és telepítettek ide kormányzatunk, hogy egyértelműen az elmúlt években folyamatosan javul a közbiztonság helyzete. Ennek ellenére az előbb, amit mondottam, azokkal indok, rendszer, okok valóban indokolják azt, hogy esetben szükség lesz. Tehát megelőzésképpen a felderítés hatékonyság javítása érdekében mindenképpen szükség van ilyen jellegű beruházásra. Annyit, hogy több helyen kívánunk elhelyezni Devecser belterületének, közterületeink, kamerarendszer, a polgármester hivatalon, az egészségházban, kórháztéren, temetőben, óvodai épületén, buszmegállóban, iskolában, rotari házban. A fontos szempont az volt, hogy nem az, hogy néhány nagyon komoly technikai eszközzel, rendszerfelismerővel és rendszerfelismerő rendszerrel, de csak néhány helyen működjön, hanem inkább olyan szintű technikát alkalmazzunk, ahol valóban fel lehet ismerni azért az ottani oszkó személyeket, viszont minél nagyobb lefedettséget tudjunk a Devecser városában tenni. Ezért igyekeztünk a bejövő kimenő utak mentén mindenképpen, hiszen Devecser városában tudjuk, hogy azért használszik kereskedés szívszó alatt nagyon sok olyan személy megfordul, akik nem biztos, hogy tisztességes módon szerezték meg, vagy szerezik meg azokat a javakat, amiket éppen forgalmaznak. És a belterületen, azokon a frekventált helyeken, és tesszük kamerákat, ahol úgy gondoljuk, hogy feltétlenül szükséges. Külterületeinken, az önkormányzati, vagy ingatlanjainkon, és sportpályán, illetve Kárpáti telepein részben már helye van, tehát ezekhez csatlakozik ez a beruházás. Azon túl, hogy ez valóban sok indoka van, nagyon nagy segítség volt, és az eredményben bizonyára nagy szerepet játszott az a segítség, amit a kormányon keresztül, jelenleg képviselő korábban megőrzött úr, Kovács Zoltán segített, aki úgy szintén indokornak tartotta, hogy itt ez a fejlesztés megvalósuljon. Azt gondolom, hogy az utóbbi tevékenységének köszönhető is az, hogy itt a beruházás megvalósulhat. Köszönöm szépen a kérdést. Hát amit én szeretnék elmondani, ugye a kormány egyik kiemelt területnek tekinti már a 2010-es első megalakulása óta, hogy a közbiztonságot javítsa.
ebben az ügyben mind a büntetőjog eszközeivel élt, így például a három csapás törvénnyel, vagy a véglegesnek minősíthető életfogytiglan büntetés bevezetése, vagy a legsúlyosabb bűncselekmények, legsúlyosabb bűnözői ne kerüljenek szabadlábra, illetve a különös és a többszörös visszaesők meghatározott bűncselekmények esetén a három csapás törvénnyel szintén ezt a célt szolgálta. De nagyon fontos nem csak a már bekövetkezett bűncselekményeknek a felderítése, amihez ugye megerősítette a devecseri rendőrséget, új épületet kapott a rendőrség, új eszközöket kapott ez a rendőrség, hanem a megelőzést illetően fontos a közbiztonsági kamerarendszer, amely az embereknek a közbiztonság érzetét, a biztonságérzetét növelik. Ráadásul, ahol látják, hogy kamera van, annak visszatartó ereje van, erre már vannak tapasztalati számok, ahol ilyen közbiztonsági kamera felszerelése került, ott a bűncselekmények harmadával csökkentek azon a területen. Ráadásul itt 38 kamera van, amit a polgármester úr is elmondta, tehát a legfrekventáltabb területeken. Jó néhány műemléképület van, amit érdemes megvédeni az emberek javain kívül még, illetve adott esetben a bűncselekmény történik, akkor a ki- és bejövőutak esetében is a mozgó bűnözőket, tehát a gépjárművel haladókat, illetve akár más módon eltüntetni kívánják a lopott holmit, tőle lehessen érni. Ha itt nézzük önkormányzati oldalról, az önkormányzatokat a kormány kimenekítette az adósság csapdából, az volt egy jelentős dolog, és most pedig már a további pozitív intézkedések jelennek meg, tehát most 177 magyarországi település kapott kamerarendszert, mint hogy tudjuk, Devecser megközelített 9 millió forintot. A konkrét közterületekre az a polgármester úr már válaszolt, azt ő el tudja mondani, hogy hol van, hogyha van erre kérdés, mint helyleg, aki ismeri a területet. És a további célja a kormányzatnak, hogy folytatja a közbiztonság megerősítését, tehát még több rendőrt a közterületekre, tovább erősíteni a rendőrségeket eszközökkel, és tulajdonképpen Trócsányi igazságügyi miniszter úr miniszteri meghallgatásán azt mondta, hogy az eljárási törvények átdolgozásának felülvizsgálatára van szükség, így a polgári törvénykönyvhöz kapcsolódó polgári perrendtartás, illetve a büntető törvénykönyvhöz kapcsolódó büntetőeljárás. Ezeknek a gyorsítása, tehát amikor már a bűnözőket úgymond a vádhatóság, bíróság elé állította, ennek a gyors lefolytatása az egyik célja az új igazságügyi miniszternek is.